Szakmai tanévnyitó konferencia semmi nem indokolja, hogy az egy hét múlva kezdődő új tanévet ne jelenléti oktatás szerint bonyolítsák le. Fél éve tört ki a háború, több ezre menekülnek még augusztus végén is Ukrajnából Magyarországra. Takarékosan, az alacsony energia igényű lakások építését támogatja az idén felállított építési és beruházási minisztérium. Semmi nem indokolja, hogy az egy hét múlva kezdődő új tanévet ne jelenléti oktatás szerint bonyolítsák le. Többek között ez hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferencián, a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az eseményen szó volt a tanárok béremelési programjáról, de tájékoztatták a pedagógusokat, az őket és a diákokat érintő legfontosabb kérdésekről is. A Kodály Zoltán általános iskola Nyitni kék kórusa köszöntötte ünnepi műsorral a megye oktatási intézményeinek megjelent vezetőjét. Szerdán délután érkezett Nyíregyházára az oktatási hivatal, a belügyminisztérium és a Klebelsberg központ közös szakmai tanévnyitó rendezvénye, amelyen az előző év tapasztalatairól és az új tanév aktuális feladatairól tájékoztatták a jelenlévőket. Alapvetően rendezetten, szervezetten zajlott az egész tanév az egész országban, és a nagyon jó ír, hogy a vizsgák eredményei azt mutatják, hogy a tanulók széles köre az jó eredménnyel, kimondottan jobb eredménnyel zárta átlagban a tanévet, mint a megelőző években, ami a sikeres felkészülés meg a felkészítésnek azért a bizonyítéka. Az idei tanévre pedig én azt mondom, hogy nyáron is a munka intenzíven zajlott, én gondolom az iskolákban is, de az oktatási hivatalban mindenképpen, hiszen nagy erőkkel készültünk a tanévkezdésre, annak érdekében, hogy minden iskola vezető, óvoda vezető vagy fenntartó hozzájusson a minden olyan információhoz, ami a tanév tanítási biztonságos megszervezését igényli. Az új tanévre jelentős jogszabályi változások nem érintik a pedagógusokat, a bérek azonban lépcsőzetesen emelkednek az idei évtől kezdődően. Lebanov József, a belügyminisztérium főosztályvezetője azt mondta, várakozásuk szerint a fizetések rendezésének és az iskolák további fejlesztésének köszönhetően a tanár létszám sem okoz majd problémát a jövőben. Az Európai Uniós források bevonása is jelentős támogatást fog adni, de mindenképpen fontos az is, hogy a fenntartók és az iskolák is egy olyan környezetet, olyan munkafeltételeket tudjanak biztosítani, amely a fiatalok számára vonzó. Abban bízunk, hogy az idei tanév is gördülékenyen fog elindulni ebből a szempontból. Bár az iskolák már évek óta nem önkormányzati fenntartásban működnek, Nyíregyháza városvezetése minden intézmény fejlesztési igényét segíti a pályázatokon keresztül. Úrich Attila, a megyeszékhely alpolgármestere elmondta, szeretnék folytatni az iskolák korszerűsítését, ez ugyanis fontos feltétele a színvonalas oktatásnak. Ha visszanézem a történéseket, akkor minket igazolt az, hogy energetikailag újítottuk meg ezeket az épületeket. Az oktatás pedig nyilvánvalóan az egy központi kérdéskör legyen, szerintem nem csak minden városnak, hanem minden nemzetnek is, hiszen ahogy régen megfogalmazták, jóval előttem a kiművelt emberfők azért kellenek, és nem csak a kiművelt emberfők, hanem a jó szakemberek is kellenek a Nyíregyházának és Magyarországnak. Úgyhogy mi elkötelezettek vagyunk amellett, hogy segítsük a tanároknak a munkáját, és mivel az önkormányzat az épületetnek a tulajdonosa, mi ezt így tudjuk megtenni, hogy a környezetet próbáljuk olyanná varázsolni lehetőségeinkhez képest, amelyben jól érzik magukat az ott dolgozók. Az előző tanévben újra megteltek az iskolapadok, nem volt szükség távoktatásra az iskolákban. Bár a járvány miatt életbe léptetett rendszer jól működött, az oktatási hivatal úgy készül, az új tanévben sem kell megszakítani a jelenléti oktatást. Az a minden szándék, hogy maga az ágazat az jelenléti oktatással működjön, jelenleg nincs semmi olyan
felmerült ok, ami azt mondaná, hogy nem erre kell készülni. Ugye a most záródó tanév, tehát kvázi az előző tanév is jellemzően így zajlott, és jól látjuk azt, hogy szerencsére az oltakozásnak, meg az állampolgárok felelős magatartásának köszönhetően azért a tanév Magyarországon sikeresen le tudott zajlani, nem úgy, mint sajnos néhány más országban. A konferencián elhangzott a 6-os, 8-os és 10-es diákok idén már nem csak szövegértésből és matematikából, hanem természettudományi ismeretekből is kompetencia mérőt írnak. Az őszi érettségi írásbeli vizsga része október 14-től 27-ig tart majd. A szóbeli felmérések emelt szinten november 10-e és 14-e, középszinten pedig november 21-e és 25-e között lesznek. A tavaszi érettségi írásbeli része május 5-től 26-ig tart az új tanévben. Több ezren menekülnek még augusztus végén is Ukrajnából Magyarországra, Záhonyban is sokan kérnek ellátást, de Románia felől Csenger-Simánál is lépnek be bajba jutott családok. Záhony polgármestere azt mondta, ebben a hónapban még tudják számukra biztosítani a napi egyszeri melegételt, szeptembertől viszont már veszélybe kerülhet ez az ellátás. Azt is látják a határmenti településeken, hogy több család visszaindul Ukrajnába, mert szeptembertől kezdődik a tanév. Tele voltak az Ukrajna felül érkező vonatok február végén a Záhonyi állomáson. Több ezren menekültek naponta a háború elől Magyarországra. Ellátást és szállást is kaptak a bajba jutott családok. A határváros polgármestere azt mondta, fél évvel a háború kirobbanása után még mindig sokan jönnek, vonaton 5-600 fő, közúton további 1500-an érkeznek naponta. Az ellátások ugyan biztosított, de az önkormányzat lassan lehetőségei határához ér. A nyári idő miatt nagyon sok palackos víz fogyott el nálunk, abból adományokat nem igazán kaptunk, aztán az önkormányzat saját költségéből vásárolja. Elég sok kávéfogy, ilyen apró csokik, croissantok, amit a kezükbe tudunk adni a menekülteknek, akik mennek, utaznak tovább vonattal. Egyenlőre ebben a hónapban még biztosított az egy tál meleg ételünk, a következő hónapot azt már nem tudjuk, hogy lesz-e főtt étel, amit tudunk biztosítani itt a sátorban, az állomás mellett. Van egy másik helyünk, a menekült szállás, ahol pedig az éjszakai szállást biztosítjuk a menekülteink részére. Itt úgy általában 20-30 ember tartózkodik egy-egy éjszaka, és zömében nagy része másnap tovább utazik. Itt az ellátást állami támogatásból valamennyire tudjuk finanszírozni. Csenger-Simánál a magyar-román határon is sokan jöttek Ukrajnából Magyarországra. A folyamat még most is tart, de már sokkal kevesebben érkeznek, mondta a település polgármestere. Kislőrinc József hozzátette, ellátásuk biztosított, de szinte mindenki azonnal tovább indul. Szorványosan mennek visszafele, ide jönnek még, ez időszakonként változó. Itt Csenger-Simában már megszállni nem olyan sokan akarnak, nem céltelepülés. Aki érkezik Románia felül Ukrajnából, szinte mindenki tovább megy. Nagyon kevés kér szállást, akár csak egy éjszakára is. A határnál a sorban állás miatt ugyanúgy készítjük a szendvicseket, mindenkit megkínálunk. Ugye akik buszokkal érkeznek, ott általában sokan elfogadják. Hát vannak akik olyan autókkal érkeznek, hogy na, hát ők el vannak jól látva élelmiszerrel, mindennel. Ők nem annyira veszik igénybe ezt a szolgáltatást. A Záhonyi polgármester arról is tájékoztatott, hogy legalább annyian indulnak vissza az utóbbi hetekben Ukrajnába, mint amennyien jönnek. Zömmel családok gyerekekkel, amelynek az lehet az oka, hogy a háború ellenére is kezdődik a tanév Ukrajnában. Az alacsony energiaigényű lakások építését támogatja az idén felállított építési és beruházási minisztérium. Erről a megyei építészkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az új tárcának sok dolga lesz, nem csak a magánszemélyek építkezéseit, de például a bajban lévő önkormányzatok beruházásait is segítenie kell. A magánszektorban egyébként jó hír, hogy a kormány újabb 2 évvel meghosszabbította az építkezéshez igénybe vehető 5%-os áfát. Nem kell kapkodniuk azoknak, akik a közeljövőben új lakást szeretnének építeni. Miután az ehhez igényelhető 5%-os áfa eredetileg az idei év végéig lett volna érvényben, rengetegen szerettek volna építési engedélyt kapni, még a határidő lejárta előtt. A kormány úgy döntött, újabb 2 évvel 2024 végéig meghosszabbítja a kedvezményt.
Bíg József, a megyei építészkamara elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, ez nem csak a beruházóknak, hanem az építőiparnak is kedvező döntés. Azt gondolom, hogy mindenki megnyugodott egy picit, ez igaz a vevőkre, és még inkább igaz azokra a beruházókra, akik a közeledő évvége láttán éppen, hogy egy telekkel és még egy koncepcióval se rendelkeznek adott esetben egy belvárosi társasház előkészítése során. Tehát személy szerint is érintett vagyok egy-két ilyen munkába, úgyhogy látom, hogy megnyugodtak a kedélyek, és igazából senki nem állt meg, de az a fajta kapkodás és esetleg rosszul meghozott, nem jól előkészített döntések, ezek talán mégis elkerülhetők lesznek, és így valójában ennek most mindenki örül a szakmába, és örüljenek a levő jelöltek is. Idén a kormány felállította az építési és beruházási minisztériumot, amelynek a kamara megyei elnöke szerint is sok feladata lesz. A magánszemélyek mellett segíteniük kell az önkormányzatok folyamatban lévő beruházásait, azokra ugyanis nagy terhet rónak hamarosan a megnövekedő energiaárak. Az új tárca egyébként már előirányozta néhány tervét, a magán és az állami szektorban is olyan épületek építését szeretnék támogatni, amely alacsony energiaigénnyel rendelkezik. Olyan épületek és olyan házak X időponttól ne lehessenek, ne épülhessenek új épületként, amelyek csak fogyasztanak és nem termelnek. Magyarul egy épület ugye fogyaszt mindenféle energiákat, vizet, gázt, elektromos energiát, a fogyasztás oldala az tiszta, és a termelés oldala pedig, hogy ezeken az épületeken akkor szülessenek energiatudatos, energiatermelő rátétek, kiegészítők, ezek meg tudnak nyilvánulni nyilván napelembe. Korábban a napkollektor, de most az a világ talán leáldozóba, de itt vannak ezek a hőszivattyús új rendszereink a fűtés megoldására, stb. És hát még most folyik a gondolkodás, hogy miket is kellene itt újraéleszteni. Itt hallok már biogázról és sok mindenről, ami régen is volt, tehát elő lehet még szedni a régi idők gyakorlatából felélezthető dolgokat. Vég József hozzátette, a fenntarthatóságra és az energiatudatosabb építkezésre a háború is ráirányította a figyelmet. Idén egyébként a dráguló építőipari alapanyagok miatt csekély mértékben csökkent a beruházási kedv, ennek a folyamatnak a megállításához pedig elsősorban a tűzépekre kell nyomást gyakorolnia a kormánynak, a kamara megyei elnöke szerint. Jelentősen emelkedik pénteken a benzin és a gázolaj piaci ára, a benzin ára bruttó 8 forinttal lesz több, míg a gázolajért bruttó 22 forinttal kell többet fizetni a hét második felében. Az emelkedést követően a 95-ös benzin 686, míg a gázolaj 793 forint lesz literenként átlagosan. A hatósági ár továbbra is literenként 480 forint marad. Emléktábla avatással, katonai tiszteletadással és koszorúzással emlékeztek meg Máté Szalkán a szatmári 12. honvéd gyalog ezredről. Az első világháborúban több tízezer szatmári katona vesztette életét, a megye nagy részét pedig a trianoni békediktátum Romániához csatolta. Az emléktáblát különleges helyre, a Hősök emlékiskolájára függesztették fel. A katona zenekar trombitái harsogtak csütörtök délelőtt Máté Szalkán, amelyet a Csonka Szatmár fővárosának is hívnak. Az első világháborút követő trianoni döntés értelmében ugyanis a megye jelentős részét elcsatolták Magyarországtól. A veszteség azonban ennél is tragikusabb volt. A hazáért küzdő 5., valamint 12. szatmári ezred több tízezer katonája veszett oda a galíciai és a doberdói csatákban. Most az utóbbiak tiszteletére avattak emléktáblát, különleges helyen a Hősök emlékiskolájának falán. Máté Szalka az országban egyedülállóként rendelkezik egy Hősök emlékiskolájával, és ezen az emlékiskolán 2 emléktábla hirdeti a több tízezer elesett szatmári ember emlékét. Reméljük, hogy a határon túlról is az ottani szatmári emberek, akik elveszítették édesapjukat, dédapáikat, testvérüket, és így sorolhatnám tovább, ha átjönnek ide Máté Szalkára, akkor le tudnak tenni egy szál virágot. A Hősök emlékiskoláját 1936-ban alapították,
amire a pénzt a szatmári 5. gyalogezred túlélői, valamint az elhunytak családtagjai gyűjtötték össze. Tudomásom szerint ez az egyetlen olyan iskola Magyarországon, ami ezt a nevet viseli, és kvázi emlékművet állít az első világháborúban elhunyt hősöknek. Büszke vagyok arra, hogy a mai naptól nem csak az 5. szatmári honvéd gyalogezrednek, hanem a 12. honvéd gyalogezrednek is, amelynek szintén nagyon sok hősi halottja volt egész Szatmárból. Most már két gyalogezred hőseinek emlékét képviseli ez az iskola. Az első világháborúban elesettek tiszteletére koszorúkat is elhelyeztek. A Nyíri Honvéd Egyesület, a Szatmári Múzeum és Máté Szalka önkormányzatának képviselői is fejet hajtottak a hősök emlékiskolájánál. Lépés! Indulj! A számára gyengébben sikerült ifjúsági Európa-bajnokság után már a bajnoki szezonra készült Tölgyes Dorottya. A nyírbátori ASE asztali teniszezője az Extra Ligában a Kecskemétet erősíti majd, anya egyesületében pedig a férfi NB2-es csapat tagjaként áll majd asztalhoz. A férfiak Bánhidi Emil játékos edző irányításával szeptember 10-én kezdik a szezont. Hazai környezetben a Győrfi Tibor edzésközpontban üti a labdát Tölgyes Dorottya, akinek szemei előtt már az őszi versenyek lebegnek. A korábbi serdülő világbajnok előre tekint, a belgrádi ifjúsági Európa-bajnokság ugyanis nem úgy sikerült számára, ahogyan azt szerette volna. Egyesben, párosban és vegyes párosban is korán búcsúzott, és a csapat is a várakozások alatt szerepel Szerbiában. Én úgy érzem, hogy azért sikerülhetett volna jobban is, de nem feltétlen úgy álltam hozzá, hogy én mindenáron meg akarom nyerni, mert tudtam, hogy milyen felkészültségi állapotba mentem oda. Azt nem mondanám 100%-osnak, maga ugye az előtte való egy évem is nem volt annyira hú de jó, de utána ugye az EB felkészülés is nem volt annyira a megszokotthoz képest erős, így aztán igazából tényleg semmilyen nagy elvárásokkal nem álltunk neki, csak tényleg, hogy hát ha tudunk esetleg jól szerepelni. Nyilván ez nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna, de reméljük jövőre sikerül javítani ezen. Számomra ugye a legnagyobb tanulság tényleg az volt, hogy milyen teher alatt játszani, ezt úgy megtanultam, hogy esetleg kizárni, vagy hogy tudom kezelni az ilyen nyomásokat. Kisebb-nagyobb sikerrel sikerült néha, de azért nem szívesen játszik így az ember, mert alapból ugye a sérülés miatt is egy teher volt rajtam, maga ugye az egész hangulat most nem úgy sikerült, ahogy eddig általában szokott tenni így egy ilyen EB hangulat, szóval azért most ez nehéz volt minden szempontból. A 18 esztendős asztali teniszező a következő szezonban is játszik majd a női extraligában, de alkalmanként segít nevelő egyesületének is. Ugyanúgy maradtam Kecskeméten, még egy évre leszerződtem, és hát igazából kölcsön adtak ugye Sanyibáig, de én nagyon jól érzem amúgy ott magam. Aztán reméljük megint sikerül Final Four-ba jutni, ott esetleg még hát, ha egy döntőt összetudnánk hozni, az hatalmas bravúr lenne, de a harmadik helyet ugyanúgy meg tudnánk szerezni, mert az hatalmas siker. Benne van igazából, hogy fogok NB2-t játszani, de természetesen ez függ attól, hogy mennyi időm lesz. Ugye nekem most az érettségre is nagyon kell koncentrálni, szóval azért nehéz lesz összeegyeztetni, de nyilván, hogyha lesz idő és itthon lesz meccsünk, akkor besegítek nekik. Az NB2-es férfi csapat legutóbb az 5. helyen végzett az észak-keleti csoportban. A mezőny ugyan némileg átalakult, de a Bánhidi Emil játékos edző által irányított együttes szeretne az élmezőnyben zárni. Mindenféleképpen a legjobb helyezést akarjuk elérni. Most a több, mint valószínű Szőlősi Tamás visszatér a csapatba. Kis Zoltán, ugye Apagyról, Máté Dávid, meg én. Tehát így ötel leszünk, lesz egy pótemberünk. Meg hogyha nagyon nagy gáz van, akkor Tölgyes Dorottya van tartalékban. A nyírbátori ASE szeptember 10-én hazai környezetben a Miskolc ellen kezdi a bajnoki szereplését. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Semmi nem indokolja, hogy az egy hét múlva kezdődő új tanévet ne jelenléti oktatás szerint bonyolítsák le. Többek között ez hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferencián a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. Az eseményen szó volt a tanárok béremelési programjáról, de tájékoztatták a pedagógusokat, az őket és a diákokat érintő legfontosabb kérdésekről is.
több ezren menekülnek még augusztus végén is Ukrajnából Magyarországra. Záhonyban is sokan kérnek ellátást, de Románia felől Csengersimánál is lépnek be bajba jutott családok. Záhony polgármestere azt mondta, ebben a hónapban még tudják számukra biztosítani a napi egyszeri melegételt, szeptembertől viszont már veszélybe kerülhet ez az ellátás. Azt is látják a határ menti településeken, hogy több család visszaindul Ukrajnába, mert szeptembertől kezdődik a tanév. Az alacsony energiaigényű lakások építését támogatja az idén felállított építési és beruházási minisztérium. Erről a megyei építészkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az új tárcának sok dolga lesz, nem csak a magánszemélyek építkezéseit, de például a bajban lévő önkormányzatok beruházásait is segítenie kell. A magánszektorban egyébként jó hír, hogy a kormány újabb 2 évvel hosszabbította meg az építkezéshez igénybe vehető 5%-os áfát. Augusztus 25-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a legfrissebb hírekkel, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken több órás napsütés várható, majd délelőttől erőteljessé válik a gomoly felhő képződés. A magasra törő gomoly felhőkből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Jellemzően mérsékelt marad a légmozgás, szélerősödés csak zivatar körül lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.